Enyhén lila színű és nagyon ízletes. A panyolai szilvás étel, azaz a szilvás leves is bekerült a megyei értéktárba. Ezt is megkóstolhatják a látogatók a hétvégi Panyola Festen. Van egy különlegessége, van egy stílusa a rendezvénynek és a falunak is, ami természetesen a szilvára, a szilva lekvára, de azért nem elhanyagolható szempont, különösen ilyen fesztiválok idején, hogy a szilva pálinkára is épül. Pálinka versenyek is szoktak lenni, mindig kísérő eleme a Panyola Festnek. Másrészt meg egy igazi világzenei fesztivál, ahol jó érzékkel választja meg a szervező csoport, hogy milyen fellépők legyenek. Tehát akit a zenei különlegességek érdekelnek, azok ide is nagyon szívesen eljönnek, akár az ország más részéből is. Rémisztő jelmezekben űzik el a rossz szellemeket a panyolai farsang résztvevői. Ez a népszokás is bekerült a megyei értéktárba. Baracsi Endre, a bizottság elnöke azt mondta, a megyei identitást formáló hagyományokat találtak Panyolán. Olyan hagyományőrző rendezvény indult el már sok-sok évvel ezelőtt, amelyet ugye panyolai farsanként ismertünk, és most újra éled ez a hagyomány, illetve hát az a fesztivál, a Panyola Fest, amely azt hiszem, hogy tényleg az ország minden szegletéből megmozgat, és már talán évek óta ide csábít embereket. És hát bízunk benne, hogy ezzel nem csak Panyola hírnevét örökbítjük, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hírnevét is. És valóban most a megyei értéktárba pedig bekerült két olyan érték, amely a panyolai értéktárból indult, amely Panyolára jellemző, de mégis olyan egyediséggel bír, amely egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megye identitását befolyásolja. Ezekkel az értékekkel is megismerkedhetnek azok, akik péntektől vasárnapig ellátogatnak Panyolára. A Panyola Festen kulturális és családi rendezvényeken is szórakozhatnak a vendégek. Eléggé jó a hírünk már, és visszatérő vendégeink jelzik, hogy most is el szeretnének jönni, és ma már egy kempinget kellett létrehozni a falu közepén, mert nagyon kevés a szálláshelyünk, vagy ilyenkor kevés. Természetesen egy nagy forgatagot várok, és egy nagy érdeklődést. Már csak azért is, mert egy éve kihagytuk a Covid-járvány miatt, úgyhogy most szerintem az emberek egy kicsit kivannak a jó kultúrára, bemutató termekre éhezve. Ez a helyszín is egyébként egy porta lesz. Az udvaron egy népzenekar pénteken, a Holland Marcsi lesz a házigazda, és egész délután 14 órától 20 óráig zenélget, illetve lesznek fellépők itt is. A Panyola Festet idén 15. alkalommal rendezik meg. Nagy az érdeklődés a fesztivál iránt, külön kempinget kellett kialakítani a településen. A fesztivál média támogatója a Kölcsei Televízió.